Bemutatták Románia 2030-ig terjedő országos fenntartható fejlődési stratégiáját. Ezt 17 fejezetbe foglalták, és összesen 169 konkrét célt fogalmaztak meg. A 17 fejezet mindegyike az ENSZ 17 hosszú távú célkitűzésével azonos. A fenntartható fejlődés világszerte az egyik legfontosabb célkitűzés, amelyre korábban Románia is vállalást tett. Az országos fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása több éves munka eredménye, mondja Borbély László, a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlődési főosztály koordinátora. Világosan megfogalmazzuk a stratégiának, hogy milyen olyan típusú testületekkel létrejöjjenek, ahol egyrészt a politikai akarat, a kormány, másrészt a tudás, amely egy ilyen konzultatív tanácsot jelent, és minden ez a network, ez a hálózat, amiről beszélünk, ami a különböző minisztériumok szintjén létre kell jöjjön, pont azért, hogy egy másfél-két év múlva legyen egy olyan rendszer, amely működik, hiszen Romániában azért még nagyon sok mindent kell tenni ahhoz, hogy tényleg egy fenntartható fejlődés és elveit figyelembe vevő és tiszteletbe tartó társadalomról beszélünk. Az országos stratégia bemutatóján részt vett Graciela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter is. Hangsúlyozta, ebben olyan előírások vannak, amelyek mindannyiunkra felelősséget rónak. Avem dorința ca în 2050. Azt szeretnénk, hogy 2050-ben egyetlen olyan lerakó se legyen, amelyben naponta több millió tonna hulladék kerül. Éppen ezért úgy vélem, ha sikerül tudatosítani az országos stratégiába foglaltakat, és ezeket megértetjük a helyi önkormányzatokkal is, akik fontos szerepet kell betöltsenek a stratégia véghezvitelében, akkor ez működni fog, hiszen azt szeretnénk, hogy a romániaiak valóban tiszta környezetben élhessenek. A stratégiában 17 fejezet van, mindegyik az ENSZ hosszú távú célkitűzéseinek valamelyikének felel meg. Köztük a szegénység, az éhezés felszámolását, biztosítani az egészséget és jólétet, a minőségi oktatást, valamint a nemek közötti egyenlőséget. A stratégia ugyanakkor egyebek mellett megoldásokat javasol a biodiverzitás megőrzésére, a szénalapú energiarendszerek kiváltására és a technológiai irányultságra, de úgy, hogy az fenntartható technológiákra építkezzen.